Rekordlétszámú csapat képviseli Magyarországot a római Európa-bajnokságon, összesen 58 atléta utazik Olaszországba. Közülük négyen a Nyíregyházi Sportcentrum versenyzői. A létszámmal elégedett vagyok, hiszen a tavalyi világbajnokságon 5-en indultak, most azért 4, mert Boros Bence nem tud kimenni, hiszen Váltót nem indítanak, a magyar csapat nem indul Váltóban. Akik kijutottak ugye Pakosi Peti magasugrásban, Helebrön Máté 20 kilométeres gyalográsban, és a két diszkoszvetőn, Kerekes Dóra és Szikszai Robi. Hogy milyen eredményeket várok, én azt mondom, tiszta sejtállást, hiszen ez az év nem volt egyszerű, egyrészt sérülésekkel bajlódtak a versenyzőink, Szikszai Robi és Pakosi Peti még most épült föl. Egyedül Kerekes Dóra az, akinek nem volt különösebb problémája. Máté egy hosszú felkészülés után megy ki Rómába, és ott fog versenyezni. A lényeg az, hogy ott vannak, és gyűjtögethetik a pontokat, a nemzetközi pontokat az olimpiára. Helebrant Máté rutinos versenyzőnek számít, de számára is tartogat újdonságot az idei szezon. A pályafutásom során még nem volt ez hasonló, hogy már június elején egy ilyen komoly nemzetközi versenyen vegyek részt. A felkészülésünk jól halad, bármilyen nem vagyok csúcsformában. Mi az olimpiára szeretnénk összpontosítani. Ettől függetlenül most is mindent meg fogok tenni, hogy jól sikerüljön ez a verseny. Azért is, mert ez még bőven beleszámít az olimpiai kvalifikációba. Szóval jó időt kell gyalogolnom, és jó helyen is kell célba érnem. És az edzések során úgy láttuk Józsibával, az edzőmmel, hogy erre minden esélyem megvan, mert kezdek jó formában lenni. Viszont azt látjuk, hogy a mezőny az nagyon erős, lehet érezni, hogy olimpiai éve van, és mindenki nagyon jó formában van, szóval nehéz dolgom lesz. Szikszai Róbert térműtétje miatt idén az elmúlt hétvégén versenyzett először, ennek ellenére bizakodva várja az Európa-bajnokságot. Jó állapotban érzem magam, erőben mindenképpen jobb vagyok. Ugye itt az majd kíváncsi vagyok, mennyire fog kijönni, hogy nem dobtam több mint 7-8 hónapig. Úgyhogy, de szerintem dobtam én már annyit életemben, hogy ezt meg kell tudni oldani. Az EB-n igazából ugye reggel lesz a sejtezünk, én általában reggel sem dobok rosszul, ugye sokszor ugye délelőtt dobunk, úgyhogy én jobban hozzá vagyok szokva, 9:30 lesz a sejtező, és szerintem olyan 62-63 méter kell ahhoz, hogy bekerüljek a döntőbe. Bakosi Péter számára sem volt zökkenőmentes a felkészülés, viszont már egészségesen utazhat Rómába. A téli szezont úgy fejeztem be, hogy ugye covidos lettem, és sajnos a jó szezon, ami kezdődött, ugye milyen Németországba készültem, és utána elkezdtem a szezont, az félbetört, azután sajnos még egy influenza is, és utána jött a bokasérülés, ami hátráltatta a felkészülésemet. Maga a fizikálisan fel tudtam készülni, de technikai részével ugye voltak kiadások, mivel nem igazán tudtam ezzel a bokával ugrani. A nyíregyháziak közül elsőként péntek délelőtt Szikszai Róbert lép a dobókörbe, aznap délután Kerekes Dóra is bemutatkozik. Helebrant Máté szombat este vág neki a 20 kilométeres távnak, Bakosi Péter pedig vasárnap délelőtt ugrik a selejtezőben.